Miről? Nem mesélte el, igaz? Azt mondta, hogy gyűlölöd őt. Hogy azt hiszed, az életedre tör. És te ezt elhiszed? Én már nem tudom, mit higgyek el. Mindkettőtöket szeretlek. Nem bírom elviselni, hogy gyűlölitek egymást. Jobb, ha megyek. Sok a dolgom. Szerintem Max nem csukatna börtönbe. Dehogy nem, mi mindent megtett már. Mit gondolsz, Tony átfogadni a rendőrségnek? Nem tudom. Azt mondta, nem akar erről beszélni. Csak attól félek, hogy Tony azt hiszi, hogy elejétől benne voltam Max-el mindenben. Tudod, az már nem izgat, hogy lecsuknak vagy nem. Azt nem akarom, hogy Tony azt higgye, becsaptam. Nem hiszem, hogy ezt gondolná Rach. Elnézést a késésért. A szakács egy kis hibát követett el, így aztán várnom kellett. Nem probléma, nem történt semmi. Ennek mit hozzak? Én még megvárom Tonyt. Ó, az úr korán reggel megreggelizett a szobában, és már elment. Hozhattak önnek valamit? Nem. Ha meggondolná magát, a konyhában megtalál. Bocsássa meg. Jól van, megkapod a pénzt. De ez az utolsó alkalom, Clark. A dolgok jelentősen megváltoztak, úgyhogy nem ártana, ha takarékoskodnátok. Tony nagyon megváltozott a baleset óta. Nem hiszem, hogy továbbra is olyan megértő lesz, mint volt. Victoria, a szerencsejáték társadalmi esemény. Ráadásul egyikünk sem költ erre sokat. Néhány ezret. Néhány ezer dollárt? Tonynak igaza van. Játsz kevesebbet. Ez az utolsó eset, hogy kifizettem az adósságodat. Miért kétli Tony, hogy Rachel a felesége? Mert nem emlékszik vele kapcsolatban semmire. Semmire se emlékszik? Se az édesapjára, se a húgára? Nem. De ránk emlékezett? Így nem. Nagyon aggódom Tonyért, Clark. Tegnap este összeverekedtek Max-el, és talán meg is ölik egymást, ha James nem szól nekem. De szörnyű, Victoria. Hol kaptak hajba? Rachel szobájában. Mit keresett Max Rachelnél? Victoria nagyon aggódik, Tony. Igen, tudom. Mesélte, hogy összeverekedtek Max-el. Tudnia kell az igazságot. És mi az? Hogy Max meg akart ölni engem. Ez nagyon súlyos vád, Tony. Biztos benne? Egészen biztos. Mi van Rachel-vel? Mi lenne vele? Ő ártatlan. Jézusom, Tony, szerelmes belé, ugye? Azt hiszem. Azt hiszi? Rá van írva az arcára. Igaza van. Tényleg szeretem. Ilyen gyorsan? Hogy érti, hogy ilyen gyorsan? Egy hónapja még Max-be volt szerelmes. Ezért ment hozzá, nem? De az sem kizárt, hogy másért lett a felesége. Ön kinek az oldalán áll, Oscar? Én csak azt szeretném, ha nem történne tragédia. Igen, megértem. Igaza van. Nem tudom, hogy mit tegyek. Azt nem hagyhatom, hogy Max a házban maradjon. Elvégre meg akart ölni. És van erre bizonyítéka? Beszéltem Rachel-vel. Beszéltem a családjával. San Franciscóból pedig rengeteg tanút tudok szerezni. Victoriát ez nagyon megviselni. Gondolt erre is? Hogy gondoltam-e Victoriára? Hogy ne gondoltam volna rá? Gondoltam a szégyenre és a család jó hírére is. Mindenre gondoltam, Oscar. Rachelre is, ugye?
Természetesen rá is. Sőt, elsősorban rá. Max azt fogja állítani, hogy kezdettől fogva benne volt ő is. Ezt nem tehetem vele. Rachel ártatlan. Úgy néz rám, mintha nem lennék észnél. Mint aki egy szavamat sem hiszi. Nem, Tony, nem hiszem, hogy elment az esze. De mint a család barátja, én azt szeretném, ha nem tenne semmi olyat, amit később megbánhat. Megbánom? Ön szerint mégis mit kellene tennem? Nézze, Tony, ha biztos benne, hogy nem vette el Rachelt, akkor dobja ki innen. Ami meg Maxet illeti, gyűjtsön bizonyítékokat arra nézve, hogy bűnös, mielőtt újra megvádolja. Meséld el, mi történt. Később visszahívlak, jó? Szia! Mi bajod van? Nincs semmi. Ugyan, Clark? Látom, hogy van. Megkaptam Victoriától a pénzt. Remek! Csak az a baj, hogy nem ad többet. Akkor nem rendezünk több partit, és abba hagyjuk a szerencsejátékokat is. És te kivel beszéltél? Tonyval? Nem, Victoriával. Egyikkel sem, csak arra gondoltam, változtathatnánk a szokásainkon. Nagyszerű. Ez igazán nagyszerű, Camille. Légy szíves, ne hagyd faképnél, ha beszélek hozzád. Sajnálom, dolgom van. Na ne mondd, milyen dolgod? Semmi között hozzá. És hová készülsz? Az előbb mondtam, hogy semmi között hozzá. Most kaptál pénzt Victoriától, hogy megadd Franknek a tartozásodat. Ha most elmész vele, csak újabb tartozásaid lesznek. Ne csináld ezt! Szórakozni akarok. Van ellene kifogásod? Igen, amennyiben más pénzét költöd el. A feleségem vagy. Ami a tiéd, az az enyém is. Valóban? Ezzel mire céloztál? Arra, hogy nem más pénzét költöm, hanem a saját pénzemet. Ugye megint elmentek Frankkel meglátogatni a cicababáitokat, igazam van? Még nem tudom. Dehogy nem. Miért nem lehet megmondani? Mindegy, hogy hova megyek. Nyitott házasságban élünk. Így van, csak tudni szeretném. Miért? Hogy egyenlíthess? Nem. Akkor miért érdekel? Azért, mert tudni akarok róla. Hagyj engem békén, Camille. Így is pocsék kedvem van, ne tegyél rá még egy lapáttal. Persze. Victoria, elvihetne az egyik sofőr Tony irodájába? Persze, kérte, hogy menjen be hozzá. Nem, de beszélnem kell vele, mielőtt meghozná a döntést. Nem akarok még több bajt okozni. Csak hogy megjött az esze Rachel.